Az FC 60 számára nagy volt a tétje a bajnokság utolsó fordulójának. Ekkor dőlt el ugyanis, hogy a dobogó melyik fokán foglalják majd el a 60-iak. Az első valamire való lövés Szabó Rolandhoz kötődik a mérkőzésen. Krajec új heggyel a kapufára tolta a labdát. Aztán Nagy Tamás szabadrúgásból válaszolt, ez is kapufa. Mundi szerez labdát, aztán Simon egy elegáns mozdulattal teszi vissza Szabóhoz, a lövése levágódik, visszapattan Ficsorhoz, fölé. Ficsor kapja a 16-oson belül, de a kapus kezeibe lövi a labdát. Surányi robog, el is lövi Krajecé. Simon íveli át Surányihoz, utána Szabó igazgatja. Felpattan a labda, de lehúzza a kapus. Surányi utoléri a labdát, Simon felé pöcköli, Krajec jól jön ki. Ficsor passza után Surányi tör be a 16-oson belülre, az elpattanó labdát Ficsor szerzi meg, Simon elé tálal, aki a kapuba passzol, vezet az FC 60. Simon szerez labdát a vendégtérfélen, az alapvonal mellől középre passzol, de kivágja egy tápiószecsői játékos. Egy jó beadás és egy szépen visszafejelt labda után volt egyenlítési lehetőség a tápiószecsőnek, de nem tudtak élni vele. Megnyerte utolsó mérkőzését az FC 60, ami a bajnokság második helyéhez volt elég. A célját elérte a csapat, hiszen a legjobb öt között végzett.